A művésztanárok hangversenyére készül a Doknányi Zeneiskola. Vendégünk Bán Réka, az intézmény igazgatója. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Művésztanárok hangversenye. Kinek adnak hangversenyt a művésztanárok? Jó napot kívánok mindenkinek! Művésztanárok hangversenye valójában mindenkinek, az egész kerületnek szoktuk ezt a hangversenyt adni. Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, mert mindenki meg fogja találni a maga zene ízlésének megfelelő darabokat. Nyilván elsősorban a zeneiskola növendékeinek és szülőinek a közönségét szeretnénk elsősorban megcélozni. Nagyon sok szeretettel várjuk a gyermekeket, mert egy egészen más élethelyzetben tekinthetők meg a kollégák. Ugyanúgy izgulnak, mint a gyerekek fellépés előtt, ugyanúgy gyakorolnak, mint a növendékek fellépés előtt, úgyhogy tényleg egészen más élethelyzetben lehet őket megnézni. Ez a Doknányi Zeneiskola hagyománya, hogy van egy ilyen koncert, vagy általános gyakorlat a zeneiskolákban, hogy a tanárok is adnak egy hangversenyt? Én azt gondolom, hogy minden zeneiskola életében egy kiemelkedő pont a tanárok hangversenye. Én úgy gondolom, hogy minden zeneiskolában van ilyen. Nálunk természetesen hagyomány, évtizedes hagyomány, és minden évben meg szoktuk ezt rendezni, általában február-március környékén. Aki nem volt még egy ilyenen, hogy kell elképzelni, ez egy kamara hangverseny, vagy egy nagyobb apparátussal működő dolog? Mi történik egy ilyen? Szóló számok és kamara számok lesznek, illetve szóló darabokat és kamara darabokat fognak a kedves kollégák játszani. Fúvós ötöstől, harmonika trión át, szóló gitár, mindenféle lesz, nagyon sok rétű lesz ez a történet. Nagyobb apparátus nem lesz, öt főnél nem fog több tartózkodni egyszer a színpadon. Ugye nagyon sok hangszer, az azt jelenti, hogy nagyon sok, nagyon nagy zenei irodalom is van mögötte, és említette is, hogy mindenki meg fogja találni a saját ízlésének megfelelő műveket. Tudunk említeni néhányat, vagy stílust, vagy szerzőt, ami esetleg felkeltheti az érdeklődést, hogy mi hangzik majd el? Hát egészen a barokk korszaktól, egészen a mai zenei korszakig fog terjedni ennek a hangversenynek a zenei stílusa. Én azt kértem a kollégáktól, hogy azért, mivel állami fenntartású intézmény vagyunk, maradjunk azért a klasszikus műveknél, úgyhogy talán most olyan igazán könnyed pop darabok nem lesznek, de tényleg úgy gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a maga ízlésének valót. A legfontosabbat még nem mondtuk, hogy mikor és hol lesz ez a hangverseny. Így van, a Rózsa Művelődési Házban lesz március 6-án délután 6 órakor. Jegyet a helyszínen lehet váltani, vagy valami más úton, módon is meg lehet? Jegyet elővételben lehet venni a zeneiskola irodájában, támogató jegyet 500 forintért, illetve a helyszínen is lehet vásárolni majd a kezdés előtt kb. Egy órával. Tehát március 6 Rózsa. Március 6 Rózsa. 18 óra. Ha már találkoztunk, akkor azért hadd kérdezzem meg, ugye készül az iskola egy másik nagy rendezvényre is, ami ugye még két hónap van addig tulajdonképpen, vagy másfél, inkább így fogalmaznánk. Április közepén lesz egy nagyszabású hangverseny a Sportkastélyban, amin szintén részt vesz, amiben becsatlakozott az iskola. Mi is ez a hangverseny? Így van, Szentpéteri Csilla művésznő fog adni egy hangversenyt április közepén a Sportkastélyban. Megkeresett minket a művésznő a zeneiskolát, a kerületi zeneiskolát. Én úgy tudom, hogy ez az ő szokása, hogy ahol éppen koncertet ad, ott a helyi zeneiskolát megkeresi. Mi ezt nagyon nagy örömmel fogadtuk. Felajánlotta a kedves művésznő, hogyha rendezünk egy házi versenyt, akkor annak a győztese vele majd a Sportkastélyban a nagy koncerten egy négykezest játszhat. Hú, na akkor most az is kiderült, hogy kik lesznek ott ugye, az iskola részéről ezen a hangversenyen. Így van, hát a zongoristáinknak kiadtuk, egy ilyen házi versenyt írtunk ki, amire vannak azért jelentkezők, én kicsit többre számítottam, de azért van jelentkezőnk bőven. Március 24-én tartjuk a házi versenyünket. Nagyon kíváncsian várom a gyerekeknek. Mennyire fog tetszeni? Hát én azt hiszem, hogy elég sűrű lesz a tavasz. Így van. És akkor március 6-án a Rózsában a Művésztanárok koncertje, és áprilisban pedig a Szentpéteri Csilla koncert, szerintem arról biztos, hogy fogunk még egyszer beszélni. Köszönöm, hogy itt volt. Nagyon köszönöm.